A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk a Család magazinnal. A magazin előző részében két héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy mennyire túlterheltek vagy nem túlterheltek ma a gyerekek. Most térjünk rá a felnőttekre. Volt ma már sok munka? Kellett rohanni jobbra-balra, és jár a fejben, hogy mit nem csináltam meg, és majd még holnap, és hogy, és hogy egyáltalán. Ugye azért a felnőttek is lehetnek túlterhelve. Akkor érdekes ez különösképpen, ha a család egyik tagja túlterhelt, a többi meg nem igazán érti ezt, vagy fogja fel. Hogy mi a helyzet, és hogy mit jelent ez, és egyáltalán lehet-e megoldás, bár ugye szoktuk mondani, hogy műsorunknak nem az a célja, hogy tálcán kínáljon megoldásokat, inkább elgondolkodtatást, inkább beszélgetésre való ösztökélést szeretnénk elérni. Hogy ki kell? Természetesen szakértőinkkel, akik most is itt vannak velünk. Nagy szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, szervusztok! Koszi Jankát, énekesnőt, előadó művészt és kócsot. Sziasztok, nagyon köszöntök mindenkit. Nem tudok leszokni az énekesről. Nyugodtan, hát ez az igazság. És itt van velünk Tornyai Gábor, plébános, mentálhigiénés szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Túlterheltnek érzitek magatokat? Van olyan? Persze. Simán. Mindenkivel előfordul, azt gondolom, vagy előfordult már, hogy volt ilyen állapotban. Nem tudom, hogy folytassam ezt a gondolatot tovább, vagy kérdezem. Tehát igen, hogyha alapvetően arról beszélünk, hogy túlterheltség, hogyha ott van ez, hogy túl, bármivel kapcsolatban, hogyha ezt mondjuk, hogy nem tudom, túlettem magam, vagy bármi, akkor ez azt jelenti, hogy egy határon túl ment. Tehát az én határaimon túl van az a dolog, amit éppen vállaltam, csinálok, stb. Sajnos ez már szerintem egy népbetegség, igazából rendkívül sok mindenkit érint ez a jelenség. Talán van is benne egy ilyen, akinek több munkája van, vagy több dolga van, az a jobb. Én legalábbis a környezetemben ezt nagyon sokszor tapasztalom. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon örülök, hogy ezzel a témával foglalkozunk, mert van mit kihozni ebből. Kérdezhettem volna, hogy kerülnek-e hozzátok, vagy kérnek-e tőletek segítséget, akik ezzel foglalkoztok, olyanok, akik tényleg túl sokat dolgoznak, vagy túlterheltek, de gyanítom, hogy nekük nincs idejük erre. És ez egy félelmetes történet. Ritkán keresnek meg szerintem ezzel, inkább akkor magamról beszélek, tehát engem ritkán keresnek meg, sőt inkább azt kell mondom, hogy ezzel még így nem kerestek meg, hogy atya, túlterhelt vagyok, azt érzem, hogy sok mindent kell csinálnom, nem tudom, hogy akkor ezzel hogyan oldjam meg. Illetve egyet azért pontosítanék, ami nagyon érdekes, mert hogy végülis nem annyira munkáról szól, hanem egy kismamával beszélgettem, egy fiatal anyukával beszélgettem nem olyan rég, és ő öntötte úgy rám, hogy nincs időm semmire, és hogy hát, és közben nagyon nyom minden, hogy a párommal foglalkozzam, az otthoni dolgokkal foglalkozzam, rakjam rendbe a házat, vannak feladatok, amiket el kell végeznem, de közben ott a baba, és azt érzem, hogy az egész nagyon nyom engem, és volt egy ilyen frusztráció benne, hogy hát ő nem normális, tehát hogy nem viselkedik normális a párjával, egyszerűen nem éri utol magát, és végülis arra tudtam őt bíztatni, hogy teljesen normálisan működsz, mert ez az állapot, ez arról szól, hogy tényleg nem tudsz úgy energiát beletenni a dolgaidba, mint egyébként tennél. Ez is egyfajta túlterheltség, amikor az ember ezt érzi magán, és azt gondolom, hogy ebben az állapotban, például hogy mondjuk egy kismama állapotban, az a normális, hogy ő másképpen viselkedik, vagy másképpen tud az energiájával gazdálkodni, mondjuk, mint amikor éppen még nem volt baba, vagy amikor majd már nagyobb lesz a gyerkőce, feltételezem én, de hát ezt megint ebben ti vagytok, én így a pályaszélén nagyon bölcs dolgokat tudok mondani, de hogy azt gondolom, hogy tehát ezt szoktam mondani a fiatal pároknak is, amikor
beszélgettünk a házasság együttélés témáról, hogy hát ugye azért kell együtt élni, mert hogy akkor megismerem a másikat. És szoktam, hogy igen, nagyon jó, egy csomó dolgot megtudsz a másikról. De abban a pillanatban, hogy megszületik a baba, és bekerül a képbe, minden felborul. És az addig kedves és türelmes, és nem tudom, mosolygós menyecske, fáradt lesz, nyűgös lesz, és semmi nem lesz jó neki. És ez nem baj, mert ez a normális, mert tényleg fáradt, nyűgös, mert egy csomó energiája elmegy abban, hogy a babával foglalkozzon, és azt érzi, hogy rászakad az egész világ, és még a férje is nyaggatja adott esetben. Tehát, hogy ez egy állapotbeli túlterheltség, azt hiszem. És akkor mellette van az a másik fajta túlterheltség, hogy a munkahelyem mit pakol rám a főnököm, mert újabb és újabb ötletei vannak, meg a XY projekt, és akkor még ezt is, meg azt is, és határidőre miért nem adtam le, és akkor befeszülök ettől. És akkor van még a harmadik fajta túlterheltség, azt gondolom, amikor meg én vállalom túl magam, mert van ez a kényszeres segítő állapot, amikor mindenkit meg akarok menteni, és nem foglalkozom magammal, hanem mindenkivel kell, mindenkivel is, hogy így trendi legyek, mindenkivel is kell foglalkoznom, és mindenkinek is meg kell oldanom a problémáját, és egy idő után csak összeroppanok ebben az egészbe. Tehát... Szerintem az is nagyon fontos ebben a témában, hogy az, hogyha azt jelentjük ki, hogy túlterhelt valaki, akkor ez egy hosszantartó állapotot jelent. Tehát hogyha mondjuk egy napon volt nehéz, akkor azt szoktuk mondani, hogy ez a nap ez most nagyon húzós volt. De az, hogy túlterhelt vagyok, az tényleg egy hosszabb időszakot ölel fel, aminek van hatása akár a testünkre nézve is. Tehát ezek a környezeti hatások, vagy az, amiben, tehát ez stresszel jár. Egy stresszreakciókat vált ki a testemből is az, hogy én túlterhelt vagyok, mert fáradt vagyok, nyűgösebb vagyok, ingerültebb vagyok, stb. És érdemes ezt egyébként így, tehát számot vetni azzal, hogy mit csinálok a testemmel egyébként ilyenkor közben. Mert hogy hosszú távon tényleg akár súlyosabb következményei is lehetnek. Nyilván ennek megvannak a maga okai, hogy miért jut el valaki oda, hogy például túlterheli magát. Ez lehet az, hogy nehezen tud nemet mondani, emögött lehet az, hogy nem tudom, a perfekcionizmus, a versenyszelláma, stb. Tehát nagyon sok minden lehet emögött. De hogyha eljutok oda, hogy felismerem azt, hogy én ebben az állapotban vagyok, és a kérdésedre visszatérve, hogy mennek-e ezzel emberek segítségért, úgymond elő szokott egyébként fordulni, de hogy nehéz felismerni egyébként, tehát nem annyira jellemző, mert hogy egyáltalán az, hogy megnevesítem, hogy én most túlterhelt vagyok, az már elakad egy ponton. Nem véletlenül, mert egyébként valakinek ez a működés pont ugye a múltkori adásban, amiről beszéltünk, hogy a gyerekek már eleve mit tanulnak meg, és ezt viszik tovább felnőttkorba, ez beépül. Ehhez hozzászokom, ehhez úgymond ragaszkodom, nagyon nehezen tudom ezt letenni. Ördögi kör. És van egyfajta társadalmi nyomás is, azt hiszem, talán rajtunk, hogy teljesíteni kell, pörögni kell. Hogyne. És igazából azt hiszem, hogy az a pont, amit a Janka mondott, szerintem az egy nagyon fontos pont, amikor csak felismerem, hogy ez így nem jó, és ez így nem mehet tovább. És akkor, na ott a nagy kérdés, hogy akkor ezzel mit kezdek? Hogy van-e ahhoz bátorságom, hogy azt mondjam, hogy nekem szüksége van arra, hogy levegőt vegyek? Már meghalt egy jezsuita atya, Nemes Ödön atya, Japánban volt, azt hiszem sokáig, aztán itt Magyarországon működött sokáig, így ebben a mentálhigiénés lelki gondozói témában nagyon-nagyon nagy ember volt, és egyszer hallottam az ő egyik előadását, és abban beszélt arról többek között, hogy ha jön hozzá valaki lelki vezetésre, akkor azt mondta, hogy három dolgot szokott megkérdezni tőle. Mozogtál, aludtál, imádkoztál. Azt mondom, amíg ezekkel nem vagy rendben, addig ne gyere. Azt mondja, a fáradt emberre nem lehet semmit se kezdeni. És amikor nem veszem észre magamban túlterheltséget, akkor maximum azt veszem észre, hogy csapkodok, szúrok, vagy engem bánt mindenki, mert egy túlterhelt ember egy dolgot akar pihenni. Ha nem is vallja be, de a szervezete az egyetlen dologra vágyik, hogy levegőt vegyen és egy kicsit pihenjen. Csak ha nem engedem meg magamnak, hogy pihenjek, mert nem szabad,
mert mindenhonnan ezt kapom üzenetként, akkor egy idő után ebbe bele fogok roppanni, és akkor jön a magas vérnyomás, a szív és keringés elégtelenségek, és mindenféle egyéb dolgok. A szervezetre is sós hatással van, de a családra is, hogyha belegondolunk, hát hiszen van a családnak egy tagja, aki annyira munkával van elfoglalva, hogy nem tud részt venni a család életében, illetve hazaér fáradtan, ott ugrálnak körülötte a gyerekek is szeretnének játszani, és ugye mindegy, hogy apa vagy anya, az a válasz, hogy most nem, majd később, már most nem vagyok úgy. Nem ilyen kis szeliden, de ez nem ilyen szeliden hangzik, hát olyan aranyosan mondtad. De... Attól függ, mennyire fáradt, ha már nagyon fáradt, nem örjönk. És hát ugye a házastársak is egymás mellett már elhanyagolsz. Tehát azért ez biztos, hogy egy nehéz dolog. Miközben ő pedig várná pont ezektől a családtagoktól, hogy teremtsék meg neki legalább otthon azt a nyugalmat, ahol feltöltődhet a következő napra. Tehát elég nehéz lehet ez egy családon belül. Azt gondolom, hogy megint az arányok lesznek a kulcsszó. Ugye egyrészt, amiről beszéltetek, hogy tudatossági szinten érjek már el odáig, hogy észreveszem, hogy nekem sok az a terhelés, ami a vállamat nyomja. Hogy én nem kérek ennyit, hogy köszönöm szépen, nem kérem már a következő feladatot, és ezt tudjam kimondani. Tehát vállaljam fel azt, hogy én a határaimhoz közelítek, vagy már el is értem, akár túl is mentem már a határaimon. Mikor szokott ez Isten igazándiból ilyen nagyon markánsan előtérbe kerülni, hogyha valami krízis következik be a családba, valaki megbetegszik, ugye? Akkor ez mindjárt azonnal túlterhelést fog hozni, mert felborul egy egységes rend. Vagy ha valakinek valami extra dolgot kell teljesítenie valamilyen vállalás révén, akár egy beiskolázza a munkahelye anyukát vagy apukát, és akkor ott is teljesíteni kell, meg itt is teljesíteni kell. Vagy az eddig kicsi gyerekek most bekerülnek az iskolába, és egy egészen más rendbe kell átállnunk. Tehát megtalálni az arányokban azt a fajta egyensúlyt, ahol mindenki eljut a békéig, és eljut a megnyugvásig, és eljut addig a kielégülésig, hogy igen, kipihentem magam, és jöhet egy következő nap. De ehhez az kell, hogy legalább a két felnőtt legyen olyan szinten tudatos, hogy ő képes legyen azt felmérni, hogyha most hazajön az egyik fél a munkából, és a másik otthon volt, és már éppen eddig van, akkor jó, én most itt 2 percre leülök, még levetkőzök, átöltözöm, megérkezem, stb., és utána te légy szíves, menjél, és igyál meg egy kávét, egy teát, ülj be a nyugi sarkodba, olvass el egy fél oldalt, egy oldalt, meditálj, imádkozz, teljesen mindegy, hogy mitől leszel jobban, csak legyél jobban, és én addig tartom a frontot. Tehát, hogy valahogy ezeket az arányokat kellene helyrehoznunk, ugye legyünk annyira tudatosak, hogy ezt felismerjük, legyünk annyira tudatosak, hogy ezt kikommunikáljuk, definiáljuk, hogy milyen igényeink vannak, ezért lenne fontos, hogy megint visszautaljak én is az előző adásra, hogy a gyerekeknél, hogyha probléma adódik, akkor azt definiáljuk, hogy ő most mit él meg, hogy érzi magát, mire lenne szüksége, mitől tudna megnyugodni, miben tudunk neki segíteni. Mert az így felnövekvő gyermek azt fogja megélni, hogy neki joga van mindehhez. És akkor felnőttként is ugyanezeket érvényesíteni fogja. És igen, akkor számítani fog a családra. Én egy másik nagy problémának tartom az időmenedzsmentet, nem jó az időgazdálkodásunk. Elveszünk részletekbe, ugrunk olyan dolgokra, amikre oda se kellene figyelni, mert nem érdemel annyit. Mindenféle apró piszricsári részletbe tökéletesnek kell lenni mindennek. Ki emlékszik arra, hogy a múlt héten szerdán, mit tudom, le volt-e törölgetve a polc? Értitek? Tehát el lehet engedni bizonyos dolgokat, amit el is kell engednünk, mert ha ragaszkodunk hozzá, akkor fogunk túlfeszülni. És a másik, amikor az egészség megrendül, akkor rögtön prioritásba kerül az egészség visszaszerzése. Csak hogy az sokkal-sokkal több befektetés, mint az megőrizni. Tehát az egészségnek a megőrzése kellene, hogy legyen a legfontosabb. Minden szinten, ahogy te végigmondtad, hogy ilyen-olyan terhelések vannak, igen, testi, lelki, szellemi szinten, mindenféle szinten. És én még egy dolgot tudok mondani, ami ma már, hál' Istennek úgy néz ki, hogy talán egy picit változás, a közösségek megtartó ereje, és a közösségekre való betagozódás, és ebben való segítségeknek a megtalálása, mert a mostanra atomizálódott családok, ugye már rég nincsenek nagy családok, ahol együtt van nagynéni, nagybácsi, nagycsalád, kiscsalád, mindenki, most már csak becsukjuk az ajtót, és van otthon anya, apa, meg egy, vagy két, vagy három, vagy akárhány gyerek, és itt vége a világnak. Messze 50, 100, 200, 500, 2000 kilométerre vannak a hozzátartozók, tehát nekünk kell megoldanunk mindent, nincs külső segítség.
ha nem tudunk magunk köré egy nagyobb közösséget, akár egy egyházban, vagy egy falu közösségben, vagy egy a városban, ahol lakunk, vagy a lakóközösségben, vagy akár teljesen mindegy, hogy kosárfonás, mindegy, hogy miről beszélünk, zenei közösség, néptánc csoport, akármi, hogy találjuk meg azokat a pontokat, ahol kapcsolódni tudunk és feloldódni. Én most levenném egy picit a mentálhigiénés sapkámat, és fölvitteném a pap sapkámat, de mert hogy annyira kikívánkozik belőlem ennek kapcsán, amit mondtál, meg amit kérdeztél is, egy nagyon klasszikus parancsolat. A harmadik parancs úgy hangzik, hogy az Úr napját szenteld meg. És az Úr napját megszentelése, ugye egyik oldalra azt szoktuk mondani, hogy menj el misére, mert hogy a mise, az tulajdonképpen, én így szoktam mai nyelvre lefordítani, az identitásomnak a megerősítéséről szól, ki is vagyok én, hova tartozom, egy közösséghez tartozom, az én hitemet ünneplem. Nagyon jó. De a másik oldala, hogy pihenj. Szent II. János Pál pápának van egy nagyon szép apostoli levele, az a cím, hogy Dies Domini, ami a vasárnap megszenteléséről szól. És a többek között ezek mellett azt mondja, hogy a vasárnap az a család napja. A vasárnap az a teremtés napja. És hogy minden, ez nagyon szépen kibontja ezeket a gondolatokat. És azt hiszem, hogy az, amiket így akár így ide is hoztunk, hogy számomra valahogy a Jóisten úgy teremtette meg az embert, hiába próbálták általában a francia forradalom alatt a hetet 10 napra alakítani, kiderült, hogy nem működik a rendszer, mert kifulladtak az emberek. És hogyha nincs egy napom, amikor megállok és pihenek, és lehet, hogy nem a vasárnap a vasárnap, de hogy legyen a héten egy vasárnapom, nekem például szerda a vasárnapom, mert akkor azt mondtam, hogy akkor elmegyek, keddestén elmegyek, szerdán nem vagyok elértő, félreteszem a telefont, mert nekem szükségem van egy napra, amikor levegőt veszek. És úgy utána vissza tudjak jönni csütörtökön, visszaállok, túlterhelem magamat, fölpörgettem magamat, de hogy tudom, hogy van egy napom, amikor levegőt tudok venni. Szerintem ez nagyon fontos, amit most mondtam, mert igen, van olyan állapot, amikor azt, tehát nem tudom azt mondani, hogy most bármilyen munkámból lejjebb tudok adni, mert nem tudom, ez a döntés született, teljesen mindegy, ez van. Akkor legalább adjam meg magamnak a lehetőséget és a teret arra, hogy valahol eresszek, hogy elmenjek sportolni, hogy elmenjek beszélgetni, hogy csak kijöjjek a kertbe és nézzem a fát, vagy nem tudom, bármi, ami tényleg feltölt, és tudjam, hogy én ezt most azért csinálom, mert ez nagyon fontos. És egyébként eszembe jutott, nem tudom, hogy elmondhatom-e egy anekdota. Én nagyon-nagyon rossz történetmesélő vagyok, de tényleg, de megpróbálom ezt normálisan elmondani, mert hogy azt gondolom, hogy a túlterheltségnek van egy olyan hozadéka is, hogy az ember nem tudja megélni a pillanatot, és az életében elszalaszt ezáltal sajnos olyan dolgokat, amik talán érdemesek lennének arra, hogy figyeljen rájuk. Hogy a fehér ember elmegy az indiánok földjére is megépíti a vasutat, és amikor kész, akkor örvendeznek, és elhívják a törzsfőnököt, hogy hát foglaljon helyet, és vegyen részt egy utazáson. Elindul a vonat, 2 másodperc múlva a törzsfőnök megnyomja a vészféket, leszáll, leül a sinekre, oda megy hozzá a fehér ember, hogy hát mi a baj, valami történt, nem tetszik. Minden rendben van, csak várom, hogy utolérjen a lelkem. És ez szerintem annyira igen, szép, és igen, annyira igaz nagyon sok mindenre, de erre a témára is. Én a picit a portörlés kapcsán jutott eszembe, hogy vajon megállítom-e a világ fejlődését, ha visszaveszek az igényemből. Mert hogy az igényeinket hajkulásszuk. És ettől rohanunk, mert mindig nagyobb igényeket teszünk magunk elé. Gondolom én. Fontos lenne csak a szükségleteinket kielégíteni, a felesleges igényektől megkímélhetnénk magunkat. Igen. Valóban, és a világ most e felé is megy, azt gondolom. Tehát jön egy olyan időszak, ami nehéz lesz, ami húzós, ahol mindenkinek újra elő kell venni a régi praktikákat, és újakat kell kitalálni a túlélésünk érdekében és a fennmaradásunk érdekében. Igen. De bizony-bizony lejjebb kell adni az igényekből. Azt gondolom, hogy a túltermelés az most meg fog szűnni, azt gondolom, hogy a túlfogyasztás meg fog szűnni bizonyos mértékig, a pazarlás mindenféleképpen meg kell, hogy szűnjön bizonyos mértékig, és ez jó, ez az életet szolgálja. Nem azt mondom, hogy boldog vagyok, és felhőtlenül örömmel fogadom a változásokat, de hogy ezeknek kell, hogy legyen az életünkre néző pozitív hatása, az meggyőződésem. Csak ahhoz szemléletet kell váltani. Én azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy
hogy, mert hogy ennek a helyzetnek is van egy ilyen csapdája, hogy vagy belekeseredek abba, hogy milyen rossz nekem, hogy régen ezt meg tudtam tenni, és most milyen rossz, és hogy akkor ilyen ez a világ, meg nem tudom micsoda, vagy kirobbanok azzal, hogy engem nem érdekel, hogy mi van, én élem és élvezem az életemet, és akkor van a, azt hiszem, az a bölcs, talán a bölcs hozzáállás a történethez, hogy azt mondjam, hogy hát most ez van, és mit, hogyan tudok én ebben az állapotomban élni. És nagyon bízok benne, mert ehhez megint egy picit le kell állni, hogy ránézzek erre a történésre, így nem, hogy mert most van egy... Bennem most megint még a papsapka rajta maradt. Az a mondat jár folyamatosan a fejemben, hogy nézd, ha ezt megesítek, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. És amíg nem fogadom el magamról, hogy nem én vagyok az Isten, hanem én egy teremtmény vagyok, egy ember vagyok, és ezen a szinten tudok mozogni, addig utána fogok nyúlni annak a gyümölcsnek, hogy én azt megszerzem, meg akarom, és ha elérem, akkor nekem sokkal jobb lesz. Elérem, és rájövök, hogy nem lett jobb. Egyébként a reklámok pont így működnek. Nagyon egyetértek. Mert hogyha megszerzed ezt a sampont, és utána így dobod a hajadat, akkor bármi történhet veled, bármi... És akkor megveszed... Te megérdemled. Igen, megveszed, meg kipróbálod, és végül is nem rossz. De aztán közben jön a következő reklám, hogy na, ha ettől, akkor aztán nem tudom, mi történik még, olyan, milyen lágyan fog omlani, nem tudom, micsoda, és újra megveszed, és újra megveszed. És hogy megint... Tehát, hogy nem abban ezzel akarod akarozni, de hogy ez a fogyasztói társadalom, amiben benne vagyunk, az valahol így nyomja ránk ezt, hogy nem elég, amit van, nem elég, amit van. És ott kell az én saját tudatosságom, hogy azt mondjam, hogy magamnak húzzak meg egy határt, hogy benne élek ebben a világban, ezek mind jók, élek velük, de nem ők irányítanak engem, hanem hogy én vagyok a saját életem ura. És akkor meg tudok állni. Amiket szintén mondtatok, hogy a határaimat meghúzom, hogy ennyit tudok csinálni, vagy ennyi nekem elég, és ettől én jól vagyok, mert... De sok mindenkinek önismeret. Nehéz. Igen. Ugye erről is nagyon sokat beszéltünk, hogy ehhez kell egy olyan önismeret, hogy én pontosan tudjam azt, hogy nekem hol vannak azok a bizonyos határok. Egy nagyon érdekes dologgal találkoztam valahol, hallgattam valami előadást, és az előadó azt mondta el, hogy képzelj egy stadiont, világbajnoki döntő, most teljesen mindegy, hogy milyen sportágat nézel, ott vannak bent a játékosok, hatalmas szurkolótábor, amikor ennek vége, biztos lehetsz benne, hogy az a fele, aki a győztesnek szurkolt, az a világon a legboldogabb, mert győztünk, elértük, siker, ováció és minden, és az a közös energia, ami ott felszabadul, az valami brutális, nagy jó, és megélni abba, együtt lenni, az tökéletes. Másik csapat? Hát nem úgy sikerült. Ott keseredés van, fáradtság van, szomorúság van, kétségbeesés van, kijutalanság van, pokoljárás van, és ugyanezt megéli az egész szurkolótábor. Miközben akit pont nem érdekel ez a sport, az végignézte ezt az eseményt, és ő el tudja mondani, hogy ez az, de őt nem érinti meg. Tehát ha egyet hátrébb lépünk, akkor, amikor belekeveredünk ezekbe a történetekbe, hogy most a vágyaink, meg az igényeink, meg a nem tudom én, lépjél már egyet hátrább, és nézzél rá, tényleg, biztos muszáj megvenni? Nem tudsz nélküle lenni? Erről beszélgettünk az egyik barátnőmmel, hogy érdekes, hogy már úgy megyek vásárolni, shoppingolni voltak, nem tudom, valahol, és hát néztem, jól néz ki, de van ilyen a szekrényben még másik négy. És el tudom engedni. Tehát, hogy hátrébb kell lépni. Amit mondtál, az arról nekem egy nagy kedvenc könyvem, írom, Simon Sinek, vagy Simon Sinek, nem tudom, hogy kell jól mondani a nevét. Én szerintem lengyel származás, és én Simon Sineknek szoktam mondani, de ki hogyan ismeri, ebben a multivilágban ilyen tanácsadóként dolgozik, egy jó pár könyvben megjelent, úgyhogy termékmegjelenítést tartalmazott most így a hozzászólásom. A lényeg, hogy van egy könyv, az a cím, hogy a Végtelen játék. És azt mondja ebben, azt írja ebben a könyvében, és azt mondtam, hogy ez annyira keresztény gondolat, hogy ezt megvettem ott a plébánián mindenféle munkatársamnak, hogy az emberek kétféleképpen érik az életüket, és itt jutott eszembe, amit mondtál. Azt mondta, hogy van a véges játék, amiben győztesek és vesztesek vannak. És mindenki úgy játszik, megvannak a szabályok, ki így győz, úgy győz, ez így veszít, úgy veszít, és mindenki arra törekszik, hogy győztes legyen. És az küzd, hogy ő legyőzze a másikat, a vesztes persze rosszul érzi ettől magát, de ők erre játszanak.
A végtelen játékban meg nem az a lényeg, hogy győzöl, hogy veszítesz, hanem hogy megy a játék. És hogy a játék a lényeg, és a játékban benne van az, hogy valamikor könnyebb, valamikor nehezebb, de neked nem az a fontos, hogy győzél, vagy veszíts, hanem hogy játsz, hogy menjen tovább a történeted. És ez egy egészen másfajta gondolkodás, és mondta, hogy nekem ez abszolút a kereszténység gondolkodása lenne, csak nem biztos, hogy... Szóval mi keresztények is elfelejtettük ezt, azt hiszem, hogy mi nekünk nem az a lényeg, hogy hányan jönnek a templomba, meg nem mennyire nem tudom, mennyien ha fórumokon hirdetik a kereszténységet, hanem hogy menjen tovább az a hír, amit mi jónak tartunk, és legyenek, akik ezt meghallják. És akkor ez már egy másfajta szemlélet, és nem azon sírok, hogy kevesen vagyunk, meg kiürülnek, hanem az, hogy van egy ügy, ami fontos nekem. És mennyivel nagyobb az egyensúly ebben az ügyben? Uh-huh. Mennyivel nagyobb az egyensúly, mennyivel nagyobb mindenkinek az a pont, ahol otthon érezheti magát a világban? Igen. Jól. És ez a megelégedés. Bocsánat, Janka, én mondjam. Ja, dehogy is. Élvezett volt hallgatni veleteket, és ilyenkor mindig sajnálom, hogy az a szerep jutott, hogy befejezzem a beszélgetést, de tényleg nagyon jó volt, és én már egy picit meg is nyugodtam, visszavettem a terhelésből és az igényekből. Bízom benne, hogy nézőink is így gondolják. Nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának és Tornyai Gábornak is, és köszönöm a televízió nézőknek is, hogy velünk voltak. A Családőrzőkkel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is kellemes televízió nézést kívánok. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.